Hát nagyon-nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, aki ezen a mai estén megtisztelt azzal, hogy ide a Sóterba eljött meghallgatni az előadásomat, és nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a Lélek TV nézőit is. Mai előadásomról azt kell tudni, hogy rengetegen kértétek, akik a hírlevelemet olvassák, hogy legyen erről a témáról, könyörgünk, legyen erről a megfelelési kényszerből, jó kislány vírusból való kigyógyulásról, vagy jó kisfiú vírusból való kigyógyulásról, legyen végre egy előadás, fejtsük ezt ki. Nagyon sokan írták, hogy jaj, végre megmondtad, hogy mi bajom van. Ehhez képest, akik ezt kérték, azokat valószínűleg mind letarolt az influenza. Egyrészt. Másrészt szeretném a jelenlévőket szívből is igazán megdicsérni, hogy itt vannak, leküzdve az időjárási, a vírusi és a minden egyéb ellenállásokat, és leküzdve azt a nagyon erős, kemény belső lelki ellenállást, amit egy érzékeny téma érintése jelent. Meg kell mondjam, nekem is a legutóbbi hírlevelem kapcsán, amikor megírtam, hogy ez lesz az előadás, bizony volt leiratkozó. Ez egyébként az egyik tünet, amikor érzékeny pontot érint valaki, hogy valaki megijed és inkább hátrál. Ez még a kevésbé rosszabbik eset, amikor tavaly ősszel írtam egy cikket ezzel a címmel, hogy gyógyulj ki a jó kislány vagy jó kisfiú vírusból. Általában az írásaim azok a diszkrét semmiben eltűnnek, tehát nem nagyon szokott rá reakció érkezni. Na, erre jött. Villámgyorsan szétspriccelt a neten, rengeteg portál átvette, és hát nagyon sok lájkot, nagyon sok dicsérő hozzászólást és nagyon sok ellenkezést is kapott. Tehát egy megosztó témáról van szó. A legtöbben azt kifogásolták, hogy ez egy önzés, amiről szó van. Vagy amikor azt mondom, hogy légy érzelmileg szabad és független, hogy az valamiképpen egy önző dolog. Most nekem van egy hírem erről. Addig vagyunk önzők, amíg benne vagyunk ebben az érzelmi összekeveredésben, amit én úgy neveztem el, hogy jó kislány vírus. Mert az ember előbb-utóbb áldozatot csinál magából, ha nem tud nemet mondani, ha föláldozza magát, úgymond a világért, túlzott szerepet vállal, ha összekeveri a saját érzelmeit mások érzelmeivel, a saját felelősségét mások felelősségével, előbb-utóbb a számlát be fogja nyújtani. Mert ez így működik. Ha nagyon fejlett spirituálisan, akkor saját magának fogja benyújtani a számlát. Tehát addig önző valaki, amíg ezekben a játszmákban benne van, amik ennek a egyfajta elmevírusnak az eredményei. Szeretném bemutatni a mai este díszvendékét, Vékovács Zoltánt, aki időnként, köszönöm szépen, aki megtisztelte a jelenlétével ezt a mai estét, és gondolom, hogy építő hozzászólásokkal, kérdésekkel, esetleg belémkötésekkel fogja emelni a műsor, illetve a mai este fényét. Így van. Természetesen a jelenlévőket is szeretném megkérni arra, hogy bármi hozzászólni való van, ellenkezés, helyeslés, élmény, egyéb, nyugodtan, hogy gondoljátok, meg lehet osztani, lehet kérdezni, mindent lehet. Igyekszem ma időben befejezni, ez rám nem jellemző, alapból, ezt tudjátok. De ma kivételesen igyekszem profi lenni és időben befejezni, tehát olyan 8:30 tájban ezt a témát. Ha van kedvetek, hoztam a tarót, lehet húzni, ez egy opcionális lehetőség, szoktátok szeretni. Nem kötelező, de egy lehetőség. Hát, ha felmerült valami olyan kérdés benned, amire úgy gondolod, hogy segít. A válasz. Az a válasz, ami talán valahonnan innen jön. Itt találtam ezt a gyertyát az asztalon, ezt a szép mécses tartót az asztalon, és úgy gondolom, hogy nagyon jó apropója ennek a mai estének. Úgyhogy esti mese következik. Volt egyszer, hol nem volt, a magas kék égen, bárányfelhőkön, egy pici angyal. Ez a pici angyal ott üldögélt a bárányfelhő szélén, magányos volt, és nagyon szomorú. Ez a pici magányos angyal sírt, potyogtak a könnyei, sőt, zokogott, egészen kétségbe volt esve. Ekkor egy másik angyal ezt meglátta, és oda ment hozzá, oda röpült a kis szárnyaival, hogy testvér, mi történt? Mi a bajod? Miért vagy szomorú? Miben segíthetek? Jaj, nem tudsz segíteni, drága angyaltársam, szörnyű nagy bajban vagyok. Képzeld, emberi testet kell öltenem. Meg kell születnem itt a Földön. Meg kell születnem itt a Földön, és tudod, feladatom van itt a Földön. Az a feladatom, igen, nehéz feladat tényleg, az a feladatom, hogy megbocsássak. Ezt kaptam házi feladatnak erre a megszületésre, hogy gyakoroljam a megbocsátást. De nem tudom, hogy hogy kell.
Nem tudom, hogy hogy fogok ennek a feladatnak eleget tenni. Hát mi itt az angyali létben soha nem bántjuk egymást, szeretjük egymást. Hát nincs mit megbocsátanunk egymásnak. Kétségbe vagyok esve, hogy fogom én ezt a feladatot ellátni? Ezt a megbocsátás dolgot, azt se tudom, mi az. Mire ez a másik angyal átöleli, és azt mondja, hogy egyet se búsulj, tesó, majd én segítek. Megvan? Szóval megszületik ő is, és segít, hogy legyen mit megbocsátani. Az a mai este a bátorságról és a megbocsátásról fog szólni. Kicsit a mai nap apropója az, hogy ugye, bejárta a médiát az a hír, hogy lemond a pápa. Ugye? Mindannyian hallottuk. Mindannyian hallottuk, hogy ez egy egészen hihetetlen hír, hiszen erre 800 éve nem volt példa. Ez egy teljesen megrázó dolog. Tehát ha ez megtörténhet, akkor semmi sem biztos. Persze. Tavaly ilyen tájt volt egy filmpremier, egy mozifilmpremier. Talán van, aki látta. Az volt a film címe, hogy Habemus pápám, vagyis van pápánk. Nem amerikai film volt. Részben a Vatikánban forgatták, tehát nyilván tudtak róla az ottaniak, és az pont erről szólt, hogy egy pápa az lemond. Megválasszák, kétségbe esik, megszökik a Vatikánból, megnézi az életet, néhány nap alatt hatalmas szellemi spirituális utat jár be, és végül visszatérve a Vatikánba úgy áll az emberek elé, hogy közli, nagyon hasonló szavakkal egyébként, mint amit most Ratzinger bíboros mondott, hogy nincs elég ereje ehhez a feladathoz, nem bírja, túl sok. És ez egy hallatlanul, akárhogy is, szembe menni egy évszázados hagyománnyal, és máshogy cselekedni, mint a János Páli példa, ugye, aki utolsó lélegzetéig szolgálatban volt, és a szeretetet hirdetett. Ezzel szemben vállalni egy saját gyengességet, olyan őrületes erkölcsi bátorság, szóval sok mindent lehet mondani erre a fickóra, nyilván megosztó személyiség, de ehhez valami hihetetlen erkölcsi bátorság kellhetett. Azt kell mondjam, hogy ha lehet, hogy semmi másért nem, én ezt nem tudom, hiszen nem ismerem őt, de ezért egy nagy-nagy-nagy-nagy elismerést érdemel. Szóval bátorság. Szembe menni a megszokással, szembe menni a hagyománnyal és a szentesített hagyománnyal, például azzal a szentesített hagyománnyal, és ez ezért szinkronicitás, így kötődik a mai estéhez. Miszerint milyenek a jó emberek? Milyen szentesített hagyománya van annak, hogy milyen egy jó kislány, illetve egy jó kisfiú? Mit kell annak csinálnia, hogyan kell gondolkodnia, hogyan kell viselkednie, és hogyan kell illedelmesen meghalnia? Mert ezt, mint sorskönyvet, szerintem mindannyian ismerjük. Kicsi gyerekkorunktól kapjuk el ezt a neveltetési furcsaságot. Én ezt egy fertőzésnek találom, tehát egyfajta elmevírusnak, ami befészkeli magát az ember elmébe, és hát azt adjuk tovább. Például ma magamon észrevettem egy tünetet. Hát ugye volt egy leiratkozó a hírlevélről, és ettől borzasztóan kétség. Tehát átfutott rajtam, hogy úristen, lehet, hogy rosszul csinálom. Lehet, hogy ez a téma az rossz. Lehet, hogy én ezt kevés vagyok. Lehet, hogy nem kéne szóba hozni túlságosan, megbántom vele az ember. Lehet, hogy engem nem is szeretnek, nem is fog eljönni senki, hogy ezt meghallgassa. Tehát olyan ilyen agypörgés elindult, hogy mennyire az egész világ nem fog engem szeretni, ha én ezt szóba merem hozni. Hű, elindult. Miközben itt vagytok, és mondom, ezért nagyon nagy elismerés mindannyiatoknak, és ezért a bátor témáért, hogy vállaltátok. Tehát, hogy amikor... Tehát a pszichológia úgy nevezi ezt a vírus, hogy kodependencia. Aki esetleg Louis Hay könyvét olvasta, vagy Enid McGifford cikkeit olvasta, az találkozhatott ezzel a szóval, kodependencia. A dependencia szót ugye ismerjük, azt jelenti, hogy függés, függőség. Nem az az egészséges fajta kölcsönösség, ami az emberi életet és a boldogságot meghatározza, hanem ez a kapaszkodó, görcsös függés és kiszolgáltatottság és félelem, és hát ez a beteges, neurotikus emberi kapcsolatok, ez a dependencia. De lehet dependensnek lenni az alkoholtól is, a drogtól is, a szextől, nagyon sok mindentől lehet. Nyugodtan lehet, mondja csak. A kodependencia az azt jelenti, hogy egymással ez így össze, tehát együtt függünk, tehát összetekeredik ez a függés. Gyerekkorunkban szoktuk elkapni, mondok rá példát. Pistike, fürge, él, este 10 van, él, mint a tökvirág. Ugye? Hát mert a gyerek az olyan. Lefeküdni minek? A duracell. Tehát 5 percet üdögél, tologatja a kis autóját, újra tölti az elemeit, és nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy a gyerek az... Tehát az olyan, hogy mindig fel akarja ébreszteni a szüleit, a szülők meg mindig el akarják altatni a gyereket. Tényleg.
Tényleg. És ez spirituálisan is így van, nem tudom, észrevettétek-e? Hogy a gyerekek állandóan ébrezgetnek minket, mert pont azt mondja, hogy maradj csöndben, nyugodjál, aludjál le. Es, ügy a tévé elé. Mit tudom én, tűnj el innen. Szóval a helyzet gyakorlat az, hogy ott van Pistike, él, mint a tökvirág, este 10 van, mire azt mondja neki anyuka, hogy Pistike, feküdjél már le, mert holnap reggel fáradt leszel. Mi ezzel a baj? Mi a probléma ezzel a mondattal? Hát minden este elhangzik 100 000 családban. Következővel a probléma. Pistike pontosan tudja, hogy ő nem lesz fáradt holnap reggel, hiszen most sem fáradt, és különben sem szokott reggel fáradt lenni, amikor fölébred, kinyílik a kis csipája, és már is fut ezerre. Ki itt a fáradt? Anyuka. És nem azt mondja, hogy Pistike, feküdj le, mert baromi fáradt vagyok, és ha nem alszom ki magam, akkor holnap reggel is fáradt leszek, hanem azt mondja, hogy Pistike, te leszel fáradt holnap reggel. Értitek, hogy ez hogy manipuláció? Hogy keveredik össze az, hogy ki mit fog érezni, ki mit érez, ki minek a felelőssége? Tehát, hogy itt ebben a alapszituációban anyuka nem őszinte. Átnyomja a saját állapotát, hogy ő épp aktuálisan fáradt, a Pistikére. De nincs annyi önsége, és nem önzése, tehát önmagasága, hogy bemerje vállalni a gyerek előtt, hogy Pistike, tele van a hóbogyrom, fáradt vagyok, fölövöm a pizsamarakétát, húzz el aludni, mert most már nem bírlak többet játszatni, vagy foglalkozni veled. Tehát ennyi őszintesség kéne, és Pistike megérteni. Tehát a gyerekek ezt nagyon megértik, hihetetlenül díjazzák az őszintességet. Én egy időben tanítottam jeli problémás gyerekek osztályában. Sajnos nagyon sok ilyen van. Az egész osztályban egyetlen gyereknek sem volt családja, tehát anyja is, meg apja is. Tehát vagy csak az egyik út, vagy csak a másik. Csonka családok. Hátrányos helyzet, ilyen munkáskerület, nagyon szegény sorsú gyerekek voltak, és az iskolában sem volt semmilyen szemléltető eszköz. Tehát nem, hogy kakaóbiztos tábla nem volt, de még kréta se, mert ellopják. Tehát én ebbe a közegbe kerültem gyakorló tanításra, és engem azok a gyerekek imádtak. Aztán nem akartak kiengedni szünetbe. 40 gyerek 80 felől kapaszkodott így belém, de ilyen többszörös koncentrikus gyűrűben öleltek át azok a kis kacok, aranyszíveim, és azt akarták, hogy tanárnéni, beszélgessünk! Semmi más nem akartak, beszélgessünk. Ebből látszik, hogy otthon ez nincs. Tehát ezekkel a kölykökkel nem beszélgetnek. Hanem ez a fajta kodependens manipuláció megy, amit mondtam, ez nem beszélgetés. Mert nem őszinte, nem igaz és nem kölcsönös. Ki voltak rá éhezve ezek a gyerekek, és végtelenül hálásak voltak érte. Tehát ezek nem akartak hazamenni óra után, meg kicsöngetéskor. Szóval én nem is értem ezt a dolgot, hogy fegyelmezési probléma a osztályban. Nem lehet, hogy a tanára fegyelmezetlen? A gyerekek csak ezt kijelzik? A gyerek nagyon érzékeny. Minden őszintétlenséget azonnal felfog. És akkor kit küldenek? Nevelési tanácsadóba, meg kire mondják, hogy túlmozgásos, meg POS szindromás, meg ilyen szindromás, meg olyan szindromás? Ilyen diszlexia, olyan tanulási zavar, ilyen beilleszkedési probléma, olyan... Nem tudom, meg kéne nézni a tanítót. Hogy ő benne ez hogy van. Mert lehet, hogy átnyomja. Ez a kodependens dolog. Lehet, hogy átnyomja a gyerekekre. Nem is ők a problémások, hanem fejtő bűzlik a hal. Nem tudom, de lehet, hogy ezt érdemes lenne egyszer megnézni. Velem is rengeteg nevelési probléma volt gyerekkoromban. Az egyik azért, mert csótány derbit szerveztem. Általános iskola, hemzsegtek a csótányok. Elit iskolába jártam, járt a csótány az osztályhoz. Alapból, alapfelszereltség volt, az egyik évben rengeteg ilyen kukarádzsi jött ott valahogy ott velünk együtt az osztályteremben. Tehát az osztály létszám az nem annyi volt amennyi, hanem annál lényegesen több. És akkor én kitaláltam, hogy ez úgy unalmas, hogy csak ezek úgy szaladgálnak össze-vissza, hanem építsünk ilyen folyosókat tankönyvekből. Mindenkinek van egy csótány, egy versenyző, elindítja, és az nyer, akinek a csótánya először célba ér. És akkor elneveztük őket Csáposkának, meg Csótikának, ugye volt nevük, mint a lóversenyen. És akkor lehetett őket dopingolni porcukorral. Na a lényeg az, hogy amikor kiderült, akkor én kaptam az intőt. De nem akármilyen bejegyzés volt. Következő volt a szöveg az ellenőrző füzetben. Lánya fegyelmezetlen csótánnyal játszik a pad alatt, ezért megintem. Csak a tanítónéni elfelejtette kitenni a veszőt a mondatba. És egy apám visszaírt, éppen humoránál volt, ami véletlen folytán, hogy ki volt a fegyelmezetlen? Nem a csótánynak kéne intőt adni? Hát a fegyelmezetlen csótánnyal játszik, akkor ez van. Szóval érzelmek összekeveredése. Nagyon mókás dolog ez alapjából véve, de odafigyelünk, akkor nem is annyira. Mert mi származik belőle? Például megfelelési kényszer.
Tehát valaki, aki nagyon-nagyon szeretné, hogy szeressék őt, külső emberek, mindent megtesz, a lelkét kiteszi azért, hogy őt a külső emberek szeressék. Na mi ezzel a probléma? Ez tök jó lenne egyébként, ha működne. Nem szokott működni. Miért? Mert a külső emberek között mindig van néhány olyan, aki rájön, hogy itt van egy ilyen kampó, aminél fogva ezt az illetőt ki tudja pecázni magának. Tehát magyarán a megfelelési kényszered mentén, ha lenne ilyened, nagyon könnyen kihasználhatóvá válsz. Tehát az az ember, mondjuk egy édesanyámból indul ki, egy fantasztikus fazonanyú, mostanában rákapott a festésre, tündéri, annyira szeretem. 50 évig nem vett a kezébe ceruzát és ecsetet, mert elhitették vele gyerekkorában, hogy ő nem tud rajzolni. És most 64 évesen kitalálta, hogy hát, ha mégis tud. És tud. Na jó, vett nekem egy kosár gyümölcsöt, de nem adom oda, mert nagyon szépen rásüt a nap, előbb lefestem. És vett magának lila akvarell ceruzát. Magának. Értitek? Nem nekem, aki a grafikus vagyok, magán. Nagyon csípem. Na szóval ő az, akinél komoly évek munkája volt elérni, hogy nem kell vasárnap ilyen sokfogásos ebédet főzni. Mert ugye hogy néz ki egy nyári vasárnap, amikor az ember végre pihenhetne, lemehetne a strandra, süt a nap, sunshine, boogie, happiness, ehelyett ugye a nő ott áll a konyhába, és süti a rántott békát, rántott húst. Tehát lehet valami jó macerás, jó olajszagú, jó nehéz cuccot. Ne? Meg levest, meg édességet. Mert szóval egy csomó minden. És ugye meg kell lenni. És aztán szegény ugye azt érzi, hogy az egész família a strandolt, meg nyaralt, meg tök jól érezte magát, csak ő volt bezárva egy ilyen kóterbe, egy ilyen rabságba, ahol itt főzni kellett. Hát, a család baromi nem tart erre igényt, tehát nem tudom, megfigyeltétek-e. A család tök jól el van a hozatott pizzán is. Úgy alapból. Némely férfi, aki el van kényeztetve, az ragaszkodik a vasárnapi rántott szeletéhez, de nevelhető, tehát mindenki. Na most anyunál hosszú évek munkája volt elérnem azt, hogy nem kell vasárnap ez az iszonyat, menjünk együtt strandra. És eszünk valami könnyű dolgot, eszünk egy lángost a strandon, és akkor az lesz a vasárnapi ebéd, hogy valami. De ez, holott ez neki jó volt, hiszen fölszabadítottam őt az alól, hogy nagyon főznie kelljen, borzasztóan nehezen ment át, mert megfelelési kényszer. Mert hogy vasárnap milyennek kell lenni egy ebédnek. Miközben senki nem élvezi. És az az étel, amit rossz kedvel és áldozatnak érezze magadnak főzöl, az nem, abba belemegy az a rezgés, az a rossz kedv, ezt biztos tudod, tehát azt nem lesz jó megenni. A zen kolostorokban a második legmagasabb rangú szerzetes, az apát után, az a szakács szerzetes, a konyhafőnök szerzetes. Ez a legfontosabb. Az egy nagyon fontos rang, mert nem mindegy, hogy a szerzetesek mivel táplálkoznak, mivel etetik a testüket, mert az egy spirituális dolog táplálkozni, az nagyon fontos. Nagyon fontos, és nem mindegy, hogy egy meditatív, letisztult, és alapvetően boldog állapotba főz valaki, vagy süt valaki, vagy pedig úgy, hogy basszus, már megint, és mert ez mind belemegy. Bele bizony. Ettől junk food a junk food. Tudjátok, ez a hamburger, minden vicikvacak kaja. Mert nem úgy készül. Nem azért, mert ilyen zsírok vannak benne, meg olyan, nem tudom, ilyen tartósítószerek, nem ez a baj vele, hanem az, hogy ilyen lélektelenül készül. Ugye ezek a fagyasztott hamburgerbuci be a sütőbe, a szacol, lélektelenül készül. És ezért van az, hogy a mama főztje, akármilyen pocsék volt, tegyük föl, ha mama nem tudott főzni, a mama főztjét azért azt mindig visszasírjuk, mert abban volt valami plusz. És az a plusz, az nem a rántásban levő csomócska volt, az is lehet. Gyerekkoromban követeltem egyszer óvodában, hogy olyan tejbegriszt szeretnék, mint amilyet otthon. És hát az milyen? Hát ilyen kis golyócskák vannak benne. De apu olyat csinál. Igen, szóval legyenek benne a kis csúszós golyócskák, mert az is kell bele. Szóval, amit szeretettel főznek neked, amit szeretettel készítenek neked ajándékot, abban van egy plusz. Ez a plusz az a szeretet. És a szeretet és a megfelelési kényszer az két tökéletesen eltérő dolog, annak ellenére, hogy össze szokták keverni. És ettől van ez a nagyon sok félreértés itt a jó kislány vagy jó kisfiú vírus körül, hogy hú, ez valami önző dolog, hogy a saját boldogságodért tegyél. Nem. Akkor tudsz másoknak boldogságot adni a főztőddel, a munkáddal, a léteddel, ha te boldog vagy. Tehát először te ragd rendbe saját magadat, te váljál fényé, egy ilyen lobogó, lángoló, világító fényé, ami egyébként te vagy. Tehát engedd, hogy fényed világítson, és akkor fog utat találni körülötted mindenki. Akkor fog az ő fényük is lángra lobbanni. Egyetlen gyertya sem arra való, hogy saját magát világítsa meg. Bár ez egyébként nagyon jól néz ki, hogy saját magát megvilágítja, mert hogy így átvilágítanak rajta ezek a
angyalkák, ezt egyébként tavaly nyáron Dresdában élőben is láttam, nagyon örülök neki. Fantasztikus az a festmény. Szóval apropó festmények, tehát ha egy festő szeretettel fest, akkor az a festmény olyan lesz, hogy 500 év múlva is múzeum látogatók sokasága fogja megnézni, mert átsüt valami plusz, ami nem a festék, ami nem a vászon. És még csak nem is az 500 év, hanem az a mérhetetlen szeretet, amivel az illető azt a munkát elkészítette, az az odafigyelés. Az a sok év, amit ő a festészet megtanulására ráfordított a tehetségen túl, hogy megtanulja, hogy hogyan lehet azt az angyalt úgy odafesteni, hogy az tényleg angyal legyen. Nem kis dolog. Ezért jó, hogyha eredeti tárgyakkal találkozunk, bárhol is járjunk, mert a mű meg a virtuális, ugye nagy divat, internet, ilyen műanyag, világ, ilyen kínai fröccsöntött stuf. Hát az nem olyan. Az nem olyan. Hát az eredetiben van valami többlet. És ez a többlet, ami benne van, az a szeretet. Kicsit, hogy miket tud okozni ez a megfelelési kényszer. Tünetek. Van egy ilyen tünetlistám. Aki meg van fertőzve ezzel a jó kislány vírussal, vagy jó kisfiú vírussal, mert az urak sincsenek ezzel ellen beoltva, tehát ezt hozzá kell tegyem, hogy sajnos senki nem védett ellene. Állandóan azt hiszi, hogy mások érzelmeiért felelős. Tehát magyarán boldoggá kell tennie a környezetét, akkor is, ha ő nem boldog. Tehát bárki, a férfiak nagyon szeretnék a nőket boldoggá tenni. Van egy mondás a Talmudban, ami így szól, hogy a férfi számára a nő a jutalom, a nő számára meg az a jutalom, hogy tudja, hogy a jutalom, mert akként bánnak vele. Tehát ezt tudjátok, kedves nőtársaim, hogy ti egy bónusz ajándék vagytok, egy jutalom vagytok a férfi nem számára, és a férfiak meg hihetetlen boldogok, ha örömet tudnak csalni a nő arcára. Ezért a legrosszabb, amit egy nő tehet, ha elsárkányosodik. Tehát amikor elkezdi kritizálni, bántani, szekírozni azt a szerencsétlen pasit, magyarán, ha már böfögni sem tudsz tűzokádás nélkül, akkor gyanakodjál, hogy már kezdesz elsárkányosodni. Jó? Egyébként szerintem a férfiak nem értik a mesét. Legyőznek egy csomó király kisasszonyt, hogy a végén feleségül vehessék a sárkányt. A párkapcsolat és a házasság egyébként a kodependens játszmák fantasztikus terepe. Erről Erich Börne, vagy Berne több könyvet is írt. Szóval amikor felelősséget érez valaki a másik érzelmeire, akkor azt hiszi, hogy neki valamilyen mágikus hatalma van, hogy a másikat valamiképpen boldoggá tudja tenni. Például azzal, hogy sertepertél körülötte egy borzasztóan meg akar neki felelni. Na most, ha egy párkapcsolatban vagyunk, akkor pontosan tudod, hogy ez milyen eredményt nyel jár. A boldogsággal elhalmozott személy, vagy legyél már boldogsággal elhalmozott személy, egyszer elkezd ilyen sikító görcsöt kapni, hogy nekem most boldognak kéne lennem, mert a másik mit összeteper, hogy én boldog legyek, de basszus, nem vagyok boldog, mert ezer bajom van, és különben ezt a görcsös erőlködést látnom kifejezetten fáj. Ilyenkor szoktak urak elmenekülni. Tehát ilyenkor jön a kocsma, meg a sakszakkör, meg a mindenféle alibi, hogy elmeneküljenek otthonról. Mi erre a nő reakciója? Fokozza az erőfeszítést. Tehát ront a helyzete, miközben javítani szeretne szegény. Sajnos a jó kislány vírusnak az egyik tünete, hogy a megoldási kísérletek rontani szokták az alapszindrómát. Ez egyébként mindenfajta függéssel így van, nem tudom, figyeltétek meg, a kutyaharapás szőrével, így mondja a magyar nyelv. Az alkoholista, amikor a másnaposságot még egy felessel gyógyítja, ugye? Hát van, az is egy függés. Így van az érzelmi függéssel is. Meg akar oldani valamit, és ettől rosszabb lesz. Tehát felelősséget érez mások érzelmeivért, és ezért túl, és ez a felelősség, ez két dologgal jár. Egyrészt is túlzott, mert nem és tudjuk a másikat boldoggá tenni, hanem meg tudjuk teremteni a kereteket, hogy ő jól érezze magát, és ha ő akar boldog lenni, akkor választhassa ezt, hogy boldog lesz. De te, ez olyan, mint amikor a lovat itatjuk. Oda lehet vinni a lovat a folyóhoz, de nem tudod rávenni, hogy igyon a vízből. Majd ő iszik, ha akar. Itt van a szabad akarat. Tehát a jó kislány vírusban mindig ott van a manipuláció. Ettől súnyi a dolog, ettől hazug és nem őszinte. Mindig van valami manipuláció, hogy akkor lehetek én boldog, ha a másik boldog. Ismerős? Akkor dőlhetek hátra karácsony este, ha mindenki kellőképpen vigyorgott az ajándék kibontásakor, kedves háziasszonyok, vagy éppen házigazdák. Mert jaj, mi van, ha nem találtam el az ízlését? Vége a világnak. Elrontja az ünnep. Jój. Nem tudom, ha az anyukámtól kapott karácsonyi pöttyös zoknikat egy sorba állítanám, a sor elérne a holdig. Ez biztos. Ennek ellenére én mindig nagyon törekszek örülni neki, hogy már megint egy pöttyös zokni.
És miért? Nem azért, mert szükségem van pöttyőzoknira, éppen pont nem az van rajta, de lehetne, mert rengeteg van belülük, hanem azért, mert anyu biztosra megy. Tehát ha eddig bejött a pöttyőzokni, 8 éves koromtól, valahogy onnan datálódik a dolog, akkor nyilván most is befog. Tehát ő biztosra megy, hogy én örüljek. Emiatt vitt el egyszer felnőtt fejjel cirkuszba is, mondja ajándékképpen. Mondtam, ez tök jó, de ez, hogy 6 évesen kellett volna. Tehát nem 36 évesen. Szóval benne van a kodependenciában az, hogy az ember elkezdi biztosra menni, és ezáltal a változó idők úgy kimaradnak a képből. Hogyan tudsz másikat mégis valamilyen, tehát nem azt mondom, hogy boldogát tenni, hanem megteremteni a lehetőségét, hogy ő boldog legyen? Úgyhogy, ha te boldog vagy, mert ha te jól érzed magad, kiegyensúlyozott vagy, és ezt sugárzod, akkor a másik is azt mondja, hogy hú, de jó, ez lehet. Ez azt jelenti, hogy nekem se kell görcsösen teperni azért, hogy te szeress engem? Lám, nyugodt vagy, békés vagy, jól vagy, és mégis elfogadsz engem? De jó, akkor lehetek én is ilyen szabad, boldog, ellazult természete? Hű, de jó, micsoda felszabadultság. Lehet őszintének lenni, mert tudom, hogy a másik akkor is szeret, és itt jön a bátorság. Ez szokott a kodependenciában hiányozni. Valaki azt hiszi, és egyébként teljes joggal hiszi a mi társadalmunkban, hogyha például nemet mond valamire, lehetőleg egy olyasmire, amire semmi szüksége nincsen, se teste, se lelke nem kívánja, nemet mond rá, ki fog törni a harmadik világháború. Tehát karácsony második napján nem megyünk Máli nénihez ebédelni, vége lesz a világnak, elindulnak az atomrakéták. Hű, szörnyű lesz. És egyébként elindulnak az atomrakéták? De hát hogy a felében ne? Amit te kapsz Máli nénitől utána, hogy te milyen egy milyen vagy, hajaj. Még akkor is, hogyha egyébként Máli néni ebédje után rendszeresen hányol hazafelé. Mert olyan rosszul vagy az egésztől. Csak hát ugye szokás, megszokás, hagyom, menni kell. Jó kislány, mosolyognék. Hüde jó, hüde jó, hüde szarul vagyok, de azért mosolyogok, ugye? Egyszer még gibis koromban írtam erről egy verset. Valahogy így szól, hogy mosolyog, a hézagos fogak csatorna rácsok. Keep smiling. Mosolyogj, még ha sírnak is mások. Tehát nekem már gibis koromban ez büdös volt valahol, ez a mosoly, ez a keep smiling. Valahol, hogy már nem tetszett nekem. Ez volt megfigyelt amerikai mosolyban, hogy hány foga van az amerikai mosolynak. Tehát amikor Obama mosolyog, akkor 800 foga van. Körülbelül pont annyi, mint a cápának. És ez nem azért van, mert ő szápa, hanem azért, amikor valaki úgy mosolyog, hogy 1 millió foga látszik, az mosoly? Vagy valami más? Szóval ne higgyétek el. Tehát azért abban van egy nagy adag hambekaplak, abban a mosolyban. Nem biztos, hogy őszinte. Nem véletlenül járnak pszichológushoz. Ott lehet őszintének lenni, mert a szitoktartást fogadott. De barátjuk nincs, de terapeutája az van. Nagyon sokaknak. Őszinte barátság az egy nagyon ritka műfaj. Az őszinte barátság az, ahol nem kell ilyen kodependensnek lenni, ahol lehetsz őszinte. Mert akkor is, ha nemet mondasz a másiknak, lehet, hogy meg fog sértődni, mert visszautasítva érzi magát, de továbbra is szeret téged. Van egy barátnő, múlt héten pont erről egy óra hosszat leveleztünk, hogy írt nekem, hogy nem érzem, hogy te szeretsz engem. És visszajöttem, hogy what's your problem? Tehát mi van? Szóval mondja, hogy sose hívsz fel, hogy menjünk együtt moziba. Mondom, használati utasítás. De akkor érzed magad szeretve, hogyha én fölhívlak és elmegyünk moziba. Azt mondja, igen. Na, jó. És én most már megvan a projekt, hogy nagyon jó, mert megmondta, hogy őt mit tenné boldoggá. Baromi jó, nem nekem kell kitalálni. Hiába küldök neki napi 622 lelkendező e-mailt, mert küldök. Ettől nem érzi magát szeretve. De jó, megmondta. És azért mondta meg, mert barátok vagyunk és nem kodependenskedünk. De különben így mosolyogna rá, és közben szarul érezné magát, mert hogy ő nincs szeretve. De így elmondta, hogy mi a baja, értettem, hogy milyen típ, tehát hogy miből látna, és működik a dolog. Nagyon jó. Tehát az őszintesség, az felszabadít. De hogyan marad őszinte, és nem vált, hogy te nem hiszel moziba? Ez egy tény. Tehát rosszul érzem magam, mert te nem hívsz el engem moziba. Ez nem vád, ez egy tény. Tényleg nem hívom el moziba. Tehát eszembe se jutott, őszintén szólva. Vád akkor lenne, hogy ide figyelj, te rohadék, de mindenkivel moziba jársz, csak velem nem. Vagy tudom is, valami ilyesmi, az vád lenne. De így egy tényt leszögezett, tényleg nem hívtam őt moziba, tiszta ciki, de megoldható a probléma. Tehát ha egy tényt mond valaki, és önmagáról beszél, az nem vád. Az nem vád. Őszinte tiszta kommunikációnak, erőszakmentes kommunikációnak az egyik kulcsa az, hogy magadról, mindig magáról beszéljen az ember, és azt mondja, hogy neki mi fáj, vagy mi jó, vagy tehát az igényeit merje vállalni.
És az a varázslat ebbe a dologba, hogy ez tényleg erőszakmentes. Én egyszer ezt kipróbáltam egy rablón. Az éjszaka jött. Én egy időben sokat mászkáltam az éjszakába. Daliás idők. Általában jósnő voltam, vagy valami hasonló szörnyű feladatom volt, ilyen céges bulikon. Mindegy, hagyjuk. Ez a lakáshitel törlesztés sötét esztendeiben voltam ilyen megélhetési jósnő. Ott is nagyon sok szeretetet kellett adnom, néha nagyon méltatlan körülmények között. Na mindegy, mentem egy ilyenről haza, és jött a rabló természetesen, minden jött volna. És elbeszélgettem vele, hogy te most olyan haragosnak látszol, mire van szükség? És úgy elkezdtünk beszélgetni, tök elfelejtette, hogy mit akart. És a végén azt mondta, hogy de jót beszélgettünk, tök jól találkoztunk. Tehát én mondom, boldoggá tettem egy rablót, de jó. Tehát valószínűleg sokkal inkább, mint hogyha a pénzemet vette volna el. Jól éreztem magát. Tehát ez működik. Ez az erőszakmentes kommunikáció, csak az kell, hogy nagyon bátor legyen az ember, és következetesen arról beszéljen, hogy ami benne van, és egy egyenragú, tehát ne legyen benne vádolás például, meg védekezés, meg támadás, akkor ez bejön a képbe, hogy az ember elkezd védekezni, meg támadni, meg így agyalni rajta, hogy mit fog a másik, na ez egy elterjedt sport. Mit fog a másik gondolni, ha én ezt mondom, mit fog a, és akkor majd az, hogy, tehát megtekerjük a dolgokat. Nyuszik a porszívója. Ismeritek a viccet, ugye? Áka elmondom. Mókus úgy dönt, hogy kölcsönkéri nyuszika porszívóját. Elindul az erdőbe, a nyuszika ódúja felé, megy, mendegé, gondolkodik. Hely, mi van, ha a nyuszika nem szívesen adja nekem kölcsön a porszívóját? Megy tovább. Hű, mi van, ha a nyuszika egyáltalán nem akarja nekem kölcsön adni a porszívóját? Megy tovább. Mi van, ha a nyuszika undok lesz, és utálatos lesz, és haragudni fog rám, amiért nekem nincs egy jó rohadt porszívóm, lenéz engemet. Megy tovább, és ez így megy, egészen amíg el nem ér nyuszika ódújáig, becsönget, nyuszika ajtót nyit, mire mit mond mókuska? Tudod mit, nyuszika? Meg a porszívódat. Mire nyuszika ott áll, hogy mi van? Az egész sztori a mókuska agyába játszódott le. Mit fog a nyuszika majd mondani, meg gondolni, meg érezni? Köze nincs a valósághoz. 15 évvel ezelőtt én jártam egy személyiségfejlesztő tréningekre. Baromi sokba kerültek. Egy amerikai hölgy tartotta, akinek egyébként nagyon sokat köszönhetek, és mai napig előfordul velem, hogyha őt idézem, akkor még az akcentusát is idézem. Egyszer tartottam én is egy ilyen tréninget, és valaki a végén megkérdezte, hogy te ugye Amerikában tanultál. Mondom, és ezt miből tetszik gondolni? Hát a kiejtésben, oly, mondom, annik, hogy észrevettem volna, leklónoztam menüdöt. Mindegy, tehát Henő meg Giffer tartotta, és hát itt nagyon sokszor volt erről szó, a nemetmondásról, a kodependenciáról és más efféléről, és ezeket ő tanította, ezeket a dolgokat. Például az egyik ilyen mondása volt, ami még mindig ilyen angol is, sőt, amerikai kiejtése van a fejemben, hogy ha azt veszed észre, hogy annyira szereted a másikat, hogy örök életre boldoggá akarod tenni, akkor húzod fel a Nike sportcipődet, és húzz el nagyon gyorsan az ellenkező irányba. Na, abból nem lesz jó. És tényleg nem. És tényleg nem. Megint egy párkapcsolati gondolat, hogy elmegy a pár a rabbihoz. Külön-külön. És azt mondja a nő, hogy én annyira szeretem a Dávidot. Boldog akarok lenni. Hozzá akarok menni feleségül. És bemegy a Dávid is. Azt mondja, hogy rabbi, én annyira szeretem az Esztert. Boldog akarok lenni. Szeretném őt feleségül venni. Mit szólsz ez, rabbi? És azt mondja a rabbi, nem jó. Várd meg, amíg mind a ketten boldogok vagytok. Attól, hogy egymással vagytok. És akkor fog működni a házasság. Nem amikor én akarom a másikat boldoggá tenni, meg én akarok boldog lenni, mert ő velem van, mert az megint egy manipuláció. Amikor mind a ketten alapvetően sugárzunk, ragyogunk és világítunk, és ez együtt összeszorzódik, és ez gyönyörű, és a fényt tovább tudjuk adni a gyerekeinknek, és a környezetnek, akkor fog ez a dolog működni. Akkor fog kodependenciás függés, és hogy a másiktól várom, hogy boldoggá tegyen, meg én akarom, hogy boldoggá tegyen. Tehát ez a sumák dolog, ez meg fog szűnni. Amikor nem tudom, tudjátok-e, hogy a boldogság definíciója az itt a 20. század elején egy nagyobb változáson ment át. Egészen eddig
évszázadokon át a boldogságnak az volt a definíciója, hogy akadályok leküzdése. Leküzdesz akadályokat, akkor boldog leszel. Tehát meg kell küzdeni a megváltásért, a boldogságért, egy sikeres életért, sok akadályt leküzdeni, külsőt és belsőt, akár meghódítani új területeket, és ennek a jutalma lesz az érzés, hogy te boldog vagy, és ha még egyébként tárgyakat, szerelmet, barátságot is úgymond birtokolsz, az egy bónusz, az egy ajándék lesz. De maga a boldogság az, hogy legyőzöl akadályokat. És a 20. században bejött egy olyan fogalom, hogy fogyasztói társadalom. És ez a definíció az így megváltozott a köztudatban. És azt mondják már, hogy akkor vagy boldog, ha valamit birtokolsz. Tehát nem akkor, amikor legyőzöl akadályokat, hanem amikor valamit birtokolsz. Egy terméket, egy másik embert, ami elég aljas dolog, mert a másik ember nem egy rabszolga. Ugye? Így a párom, úgy a párom. Tehát nem a nehézségek legyőzése a kívánatos cél, hanem az, hogy birtokoljál minél több dolgot. Ez a fogyasztói társadalom, tehát habzsoljál be dolgokat. Ez a keresztény értékrendben az egyik fő bűn egyébként, a falánkság bűne. A hét fő bűn egyébként nem azt jelenti, hogy ezek úgy bűnök, hogy már önmagukban bűnök, hanem ezek a bűnnek a csírái. Tehát ebből lesz a rossz. A haragból, az ítélkezésből, irítségből, a jóra való restségből, és az összes többiből csíráznak ki a tulajdonképpeni ártások, fájdalmas cselekedetek, úgymond bűnök, amik eltávolítanak a lényektől. A bűn az, ami eltávolít a lényektől. A lényeg, az ki szerintem helyettesítse be, szerintem nektek menni fog, hogy mi ez a lényeg, amitől egy úgymond bűn eltávolít. Na most ezért nagyon fontos, hogy tudd, hogy ki vagy te, és tudd, hogy te mit érzel egy helyzetben, és hogy ez az érzés a tiéd. Vagy egy másik próbálja átnyomni a saját érzését rád, tehát manipuláció áldozata lettél? Mert ha igen, akkor mondd meg, hogy figyelj, ez nekem most nem esett jól. Úgy tűnik, hogy most te dühös vagy, és szeretnél engem is feldühíteni. Lehet, hogy azért csinálod, hogy ne legyél egyedül. Igen, szokás. Tehát amikor mondjuk egy főnök megpróbálja elérni a beosztottatnál, hogy mindenki hülyének érezze magát, hogy nehogy kiderüljön, hogy ő a hülye. Ismerős? Tehát legalább többen legyünk együtt hülyék, akkor nem vagyok egyedül. Tehát ez ilyen elterjedt népi játék. Szeretünk egymást ilyen érzelmi állapotba belerángatni. Megfélemlítés, haragkeltés, irigység ébresztése, féltékenyítevés. Millió mindenféle módja van. Tudd, hogy egy másik ember, ha te szabad vagy, nem tud benned érzelmi hullámokat kelteni. Erről szól nagyon sok buddhista meditáció, hogy nézz a világra objektíven. Ez nem azt jelenti, hogy hideg szívvel, ellenkezőleg együttérző módon, úgyhogy együtt érzel az illetővel, de tudod, hogy ez az együttérzés, ez nem azt jelenti, hogy együtt vérzünk a padlón. Tehát nem azt jelenti, hogy látsz egy hajléktalant, akkor mellé kell feküdni. Nem erről van szó, hanem az, hogy megértem, hogy mit érzel, tudom, hogy mit érzel, én is éreztem már ezt, és úgy tudok neked segíteni, ha nem ott fetrengek melletted, hanem máshogy. Tehát, na most ugyanúgy a dühös kollégádnak nem azzal tudsz segíteni, hogy te is dühös leszel, mert abból összegerjedés lesz, meg mindenféle ilyen jóvá tehetetlen szóváltás és hasonlók, ami egy ilyen szövődménye ennek a jó kislány vírusnak, az embert a végén kirúgják, tehát ciki. Nem kell okvetlenül összeveszni. Jellegzetes. Azt hiszi, hogy jobban fogják szeretni, ha ő igyekszik. Ezt is gyerekkorban szoktuk megtanulni, mint minden ilyen manipulációs sémát. A gyerek azt hiszi, hogy ha ő még jobban tanul, akkor a szülei nem fognak elválni. Ismerős? Az ilyen nagyon maximalista, fejfájós gyerekeket, az ilyen nagyon színöttös tanulókat azért nem árt egy kicsit megnézegetni, hogy mitől nem gyerek ez a gyerek? Miért nem mer ő rossz kislány lenni? Néha, kicsit. Vagy rossz kisfiú. Mi nincs egy intője ennek a csúri gyereknek? Mitől fél ez ennyire? Hogy kiszakad a szeretet köréből. Nagyon sokszor kiderül, hogy baromi gázok vannak a háttérben. Tehát nem egy ilyen ideál család, mint amilyennek látszik, ahonnan ilyen szuper gyerek jön, hanem az, hogy ő kompenzál. Tehát megpróbál szuper jó lenni, hogy eltakarja azt a fájdalmat, azt a nehéz helyzetet, amiben a szülei aktuálisan benne vannak. De nem igaz. Nem igaz az egész alaphelyzet. És ez abból szokott kiderülni, hogy az ilyen kislányokból például nagyon sokszor lesz anorexiás tinédzser korban. Miért? Mert nincs kontrollja, nincs hatalma az események felett. Ugye a tinédzser korára már rájött, hogy ő hiába szuper jó kislány, a szülei ettől őt nem szeretik jobban, sőt egymást sem szeretik jobban. Nincs kontrollja az események felett. Mit próbál kontrollálni az anorexiás tinédzser? Az egyetlen dolgot, ami még úgy tűnik, hogy a hatalmában áll, és az a teste. És ez a táplálkozáson keresztül, tehát hogy nem eszik.
vagy túleszik, ugye, anorexia, vagy ez a hányósdi, hízósdi dolog, ugyanaz a szindróma, tehát megpróbálja azt kontrollálni, amit még tud. Tehát ez is egy elég jellegzetes história, hogy kik szoktak ebbe a csúnya táplálkozási rendellenességbe beleesni, ott is van mögötte nagyon sok érzelmi fájdalom és megfelelési kényszer, amire még a média rátesz egy nagy lapáttal, mert akkor vagy szép a karcsú vagy, meg ilyen zörögnek a csontjaid, meg tudom én. Tehát ez még ráadásul az a probléma ezzel a nyomorult vírussal, hogy ezt a társadalom jutalmazza. Mert ha te jó kislány vagy, engedelmes állampolgár vagy, rendesen befizeted az adódat, engedelmes, szorgos kis hangyaként végzed a napi munkádat egy olyan munkahelyen, ami totálisan méltatlan, totálisan nem vagy odavaló, és csúnyán bánnak veled, tegyük föl, ha mondjuk ilyen, remélem nektek nem ilyen. Tehát mindenféle módon áldozottá teszed magadat, ezt a társadalom jutalmazza. Mert akkor te jó vagy. De ez nem igaz, mert nem vagy jó. Magadhoz. És ez a számla előbb-utóbb meg fog jelenni a te kontódon, betegség formájában szokott megjelenni. Egy elég klasszikus betegség, ami mögött ez a szindróma csoport van, az a rák. Tehát azért mondom, hogy ez egy nagyon erős témám. Kik szoktak ilyen jellegű betegségben megbetegedni? Megfelelési kényszeres. Tehát valamit nagyon akar csinálni, és elnyomja közben a saját haragját, mosolyog, persze, mert nagyon jó kislány, vagy jó kisfiú, és a harag az egyszerűen megdagad. Daganattát dagad, az a rengeteg lenyelt, elfojtott lázadás, ami volna benne, az ott sajnos előbb-utóbb manifesztálódik, úgyhogy az egyik ilyen nagyon komoly lelki terápiája ennek a betegségnek az az, hogy meg kell tanulni tigrissé lenni, tehát nemet mondani a környezetnek. Az is szokott segíteni a környezet változást, tehát amikor elmegy egy világkörüli hajóútra, ugye az utolsó pénzeit mondjuk befizeti egy gyerre, elmegy egy világkörüli hajóútra, láss csodát, meggyógyult. Persze, mert nem kellett egy ilyen hülye helyzetben újra és újra túlcsinálnia valamit, megfelelni egy olyan helyzetben, ami folyamatos irritáció az ő lelkének. És ahonnan úgymond nincs menekvés. Csak egy helyre. Tehát ez egy nem kis dolog. Szerintem a legveszélyesebb vírus a világon, az nem az AIDS, meg a H1N1, hanem ez. Amikor elhiteti veled a világ, hogy akkor vagy jó, amikor engedelmes és jól nevelt áldozat vagy. Nem akkor vagy jó. Akkor vagy jó, ha önmagad vagy, ezt vállalod, az érzelmeidet érzed, hogy ők érzed őket, azt is vállalod, hogy most szomorú vagyok és sírok, most kacagok és jól kedvem van, most igenis végigmegyek énekelve a nagy körúton, mert nagyon-nagyon jó kedvem van, nem tudom, voltatok már így, hogy nagy körúton énekelve? Én igen, tök jó, nagyon jó. Mit szólnak hozzá? Kit érdekel? Kit érdekel? Énekel. Jól néznék ki, a madarak is így gondolkodnának, hogy jaj, mit fognak szólni a hangomhoz? Nem végeztem zeneakadémiát, mondja Rigó. Nem, hát én nem szólalok. Kérdezem, múltkor láttam egy dúdoló Rigót. Csukott csőrrel énekelt. Jött, ment, és dúdolt. Csukott csőrrel. Na ez a valami. Még csak nem is azért énekel, hogy mások hallják. Kisenyítja a csőrét, de dúdol, mert ott van benne a dal. Szóval hihetetlen felszabadító ereje van, hogyha az ember ezeket a dolgait vállalja. Még akár azt is, hogy nem mindenkinek fog tetszeni. Lehet, hogy egyesek leiratkoznak a hírlevélről. Ó, szörnyűség. Ugye? De lehet, hogy egyesek utálatos kommenteket fognak a Facebookon fölrakni. Ilyen trollok. Ugye van. Nekem is időként. Nem győzöm. Volt már néha, és akkor le kellett tiltani. Azóta tudom, hol a tiltógomb. Addig eszembe nem jutott, hogy keressem. Most már tudom, hol van. Használom is. Tök jó érzés. Trolltalanítva van a... Na, ezt nem mondod, hogy ennyire be kell zuhanni. Ne. Ja. Szóval, így van. Na most ez egy nagyon érdekes. Időben rengetegen jártak hozzám, úgymond ilyen egyéni kezelésre. Ugye? Hát vannak, akik még most is. És ez egy visszatérő dolog, hogy megkérdezem, hogy és mi a te problémád? Mégis mi bajod? Azt szokták mondani, hogy nincsen önbizalmam. Ha már elolvasott néhány ezoterikus könyvet, akkor azt szoktam mondani, hogy nincsen önbecsülésem, kodependens családi mintám van, 8-as házas Mars Jupiter Szaturnusz kvadrát együttállásom, meg a látó is megmondta, hogy ez a helyzet karmikus. Mondom, kus. Ez ismered. Na, szóval, nem mondom, helyben vagyunk. Nincsen önbizalmad.
Hát erre nekem a klasszik gyógyító mondatom, amit egy igazi tőrölmetszett roma látóasszonytól kaptam az Ecseri úti metró aluljáróban, ez így szólt, hogy és ki nem szarja le? Hoppá! Végre valaki! Őszinte volt! És nem azt mondta, hogy mondd el tükör előtt 300-szor, hogy hogyan szereted magadat, meg meditáljál rá, és képzeld el magadat a jobbik énedként, aki majd összekötődik veled egy arany fénysugáron keresztül, meg vedd fel a kapcsolatot a Szaturnusz, nem tudom, Nibirui bolygón élő szellemi vezetőddel, meg találd meg szakrális gyökereidet, mennyire félmesztelenül tűztáncolni a női körbe teli holtkor, meg hempereg mesztelenül a barázdában, a jó termés érdekében. Meg itt, na, szóval ez, fú, hihetetlen őrült világ, innenhére elmentem. Mert én ilyen pszichoextrém sportos vagyok, én az helyekre elmegyek. Persze. Hát különben honnan tudnám, hogy mi zajlik egy ilyen helyen? Egyébként nagyon vicces. És azt kell mondjam, hogy... Főleg amikor azt mondják, hogy a földanyához engedd a gyökér csak el, vagy hogy mondjam? Valami ilyesmi numa van, igen, tehát hogy le kell... Le kell csinálni. Minden kilégzésnél érezd, ahogy a gyökered egyre mélyebbre és mélyebbre. Igen. És akkor képzeld magad... Várj, és akkor még a piramisok. Tehát jönnek a piramisok. Ki ne hagyd. A piramis nem szabad kihagyni, meg a fénylényt. Fú, egyszer, még egy grafikus vagyok, többek között jött a megrendelő, közismert természetgyógyász, valahogy összeakadtunk, és azt mondja, hogy könyvborítót szeretnék rendelni. Mondom, oké, okay. Why not? Mi legyen rajta? Fénylény. Mondtam én erre. Magáról? Fénylény. Nem, az legyen a könyvborítója. Legyen egy fénylény. Egy fénylény, mint egy lángoló pallost tart a kezében, és földgolyó, és jó. Mondom, a lángoló pallost oké, el tudom képzelni, milyen az a fénylény? Mire a pasasnak akadt egyet az agya kereke, és azt mondta, hogy kicsi zöld és ciripel, már láttam olyat. Hoppáka! Kész. Mindegy, megföstöttem neki a kicsi zöld ciripelő. Megföstöttem, jó grafikus, nem ismer, lehetetlen, hihetetlen vicces. Tehát írtó sokat segít haza, mert kíváncsisággal, nyitottsággal, és végtelen szeretettel és elfogadással van a másikoknak az elmehangyája iránt, mert különben egyszerűen nem lehetne élvezni ezt a bolygót, tényleg nem. Így viszont nagyon élvezetes. Miért? Ki kell szabadulni ebből a vírusnak a fogságából, hogy neked ilyen nagyon jónak kell lenni. Ilyen nagyon, mert kb. Elkárhozol, vagy nem tudom, tehát poloskaként fogsz újjászületni. Valami szörnyű dolog fog veled történni a következő életedbe, valami karmikus nyek, és akkor nem győzöm mondani, hogy figyú, lazíts, relax, jó? Tehát először is, de a karmikus recselőt, na. Szóval, most mi a bajod? Nem azt mondom, hogy mi lesz három élet múlva, meg milyen volt a múltad a kodependens családi mintáddal, és meg most mi van veled? Jelenben mi a bajod? És akkor mondja, hogy nincs önbizalma, amikor fejtsük ki ezt részletesebben, hogy mégis mi a bajod. És akkor általában eljutunk oda, hogy impotens vagy. De ez általában, nem tudom, 82 kör után mondja ki nagy nehezen a koma, mondjuk, hogy neki az a baja, hogy hát nem áll fel a cérka. Jaj, mondom, végre egy konkrét probléma, ezt értem. Szóval elégedetlen az asszony. Igen. Jó, nyilván megvannak rá a technikák, hogy hogyan lehet, nem olyan technikák, olyanok is vannak. Egyszer megkérdezték a Dómján Lacitól, emlékszem még, hogy jártam a Nagy Kontroll Klubba is, és akkor megkérdezte a Dómján Lacitól egy koma, hogy lehet-e távba gyógyítani az impotenciát? Mire a Dómján Laci válaszol, hogy 10-15 centi távba már egész jól. 10 pontos válasz. Nagyon csípem a Dómján Lacit, és zseniális fazon. Szóval meg lehet keresni, milyen lelki okai vannak, hogy a funkciózavarnak lehet rajta segíteni. Jön az ember ilyen kettőkor az SMS, hogy sikerült! Fő, motivált volt a kliens, utána már mindjárt ment valami buliba, főszedett valaki. Mondom, de jó. Tehát, ha rágódunk az önbizalom hiányának, nem tudom hány év ilyen nyomva terápia lett volna, végre kimondta. Tehát nem szabad bedőlni ezeknek az első problémának, amit az illető hoz, vagy amit esetleg te gondolsz, hogy a problémát, tegyük föl, ha van ilyen, nincsen önbizalom, na és akkor mi van? Vagy, hát igen. Ez már milyen. Egyszer volt itt egy szóval egy indiai guru. Hölgy. Közönség. Mondom, ilyen helyeken is járok.
Közönség. Mit kell csinálni, ha depressziós vagyok? Mire a válasz? Hagyd abba. Milyen egyszerű, mi? És ettől milyen nehéz. Annyira, túl egyszerű. Tényleg túl egyszerű. Na, a kodependens, tehát ez a vírus, úgymond elmevírussal fertőzött ember, ez azt hiszi, hogy majd a másik, ha valamit máshogy csinálok, majd elmúlik az ő adott esetben depressziója. Egyébként manapság minden ilyen kedélyzavarra rászokták volna, hogy depresszió, mert ez jól hangzik, meg lehet rá gyógyszert fölírni. De régen azt szokták volna mondani, hogy melankolikus vagyok, mert szar az életem. Hát, akkor oldjad meg. És akkor, jön, az hát... Mekkora az agya? Na most van egy megint egy nagyon jó kulcs szó. Nagyon nehéz, ugye egyébként, tehát minden ilyen neurózis, és ezt nem én találtam ki, nagyon komoly kutatók mondják, hogy mindenfajta ilyen lelki betegség, ilyen neurózis, mindenkinek van valamennyi, tehát olyan nincs, hogy nincs, az együtt jár egyfajta ellenségességgel. Tehát valamilyen az ember befeszít. Tehát a depressziós befeszít a külvilággal és a szeretteivel szemben. Borzasztó önző tud lenni mondjuk egy pánikbeteg, aki sikítozva elkapja a felesége bokkáját, hogy ne hagyja ott otthon őt egyedül. Őrület. Az alkoholizmus milyen önző már? Tehát minden a szeszre költ, elvonja a családjától. Tehát az összes neurózisban van egy nagy adag önzés és ellenségesség. Tehát ezekből kigyógyulni lenne az önzés? Nem! Ezekből kigyógyulni lesz a szabadság. Azért beszélek én erről a témáról, mert ezeknek a hátterében mindenhol ez a kodependens, vagy agyilag vírusfertőzött nevelés van. Bocsánat csak, hogyha kikapcsolod az agyadat. Ha ki tudod kapcsolni, az egy nagyon jó módszer. Én mindenkinek szívből ajánlom, hogy dobd el az agyad. Dobd el az agyad! Mi nem lesz ez a betegség? Na most ez Osó elég sokat erről írt, meg tanított, meg minden fene. Mindenkinek szívből ajánlom, hogy időnként dobj el az agyát. Az agyeldobásnak nagyon jó technikái vannak. Az egyik ilyen az őrületes nagy kufirc. Mi? Azt. Szex! Nem, már nem is. Figyelj, szedd le a füledről azt a dolgot. Igen, az pedig egy remek technika. Ha eközben gondolkodol, megette a fene, de hát ezt te is tudod, csak agyeldobottan működik. Mi működik még? Sport. Hullafáradta, lefárasztod magad, nem fogsz gondolkodni. Olyan ilyen egy teljesítménytúra után egy csomó ilyen zenmester ül a tábortűz körül, és ilyen... Ilyen boldog. És ilyen halálboldog, mert ugye megérkezett, és nem kell tovább gyalogolni. Halálboldog, és ilyen tök megvilágosodott tudatállapotokban van. A kinizsi teljesítménytúrát például úgy nevezi valaki, hogy kinizsi zen. Ki ez a meditáció, hogy lefárasztam. Egy fehér embernél ez nagyon beválik, mert mi nem abban a kultúrában nőttünk fel, ahol a meditáció az olyan gyerekkortól ott lenne, mint ahogy esetleg Ázsiában ez igaz, nálunk nem. Fehér ember az aktív, az európai vagy amerópai ember az aktív, az nyüzsög, annak jár az agya, az mindig célokat akar elérni. Ő azt hiszi, hogy mindig győzni akar, mindig valami sikerre törekszik, és ez nem baj, mert mi így működünk, semmi gond nincs vele. Ha agyadat eldobni, akkor tudod, hogyha ezt a nyüzsgést valahogy átkonvertálod egy olyannál, aminek a végére elfogy az agyad. És mondom, erre jó például a szex, erre jó a sport, erre jó nagyon-nagyon sok minden, akár ilyen pszichotechnikák is, amivel Osó nagyon sokat kidolgozott, mindenféle tűzönjárással kombinált, meg indián sámán tánc, meg transzlégzés, meg, tehát rengeteg módszert ő kitalált erre, mert rájött, hogy fehér embert nem lehet leültetni meditálni, hülyét kap. Tehát ez addig pörög a, tehát egyszerűen az európai embernek így pörög az agya, és felizzik, tehát egy helyben ül valaki, akkor így terhedetlenül pörög az agya, felizzik, és így belülről leégeti a hajhagymákat, és ettől így megkopaszodnak. Tehát így ezek az emmesterek, nem tudom, néztétek, tőle mire kopasz. Tehát próbáltam rájönni mitől, és erre jutottam, hogy valószínűleg leégnek a hajhagymája túlterhelt agyáramkörök miatt. Most itt már hűlök, de ezt nem értitek, miről van szó. És nyugodtan mondjatok. Nézzétek meg, mennyi haja van. Tehát én már nagyon sokat ült is meditált. Én inkább mindvalószínűleg effektusnak nevezem. Nem is sokszor próbáltam magamat kihúzni a vizébe. Vagy... Kezedben maradt a cof. Júj, szegény. Aztán a szakál verziót, ott kicsit hosszabb, és akkor lehet annál fogva, az is egy jó. Volt ez egy szobrászat tanárom, az ilyen gyöngyöket fűzött bele, így befonta. Képzeld, egy nagy darab szőrös embert, ilyen gyöngyszakkal. Nekem nagyon tetszett, hogy vállalja, hogy dilinyós. Művész, Istenem. És tök jó volt így. Mi van még? Jó, így rengeteg minden. Az az ember, aki ebben a elmevírus fertőzésben szenved, mert egyébként szenved, csak nem veszi észre. Szóval, aki ebben szenved, amikor meg észreveszi, akkor ráfogja a világra. Mire szoktuk ráfogni? Nem mi, hanem úgy általában az emberek. Gazdasági válság van.
Svájci frank hitelek bedőlése, nemzetgazdasági krízis. Ugye ezeket a szavakat az ember be tudja gyűjteni egy kanyarral az esti iradóból. Fú, hát ilyenkor nem lehet vállalkozni. Á, lehetetlen. A jelen gazdasági helyzetben, fú, hát azt nem. Vagy a te korod, az én koromban, na hát azt nem lehet. Na, mi családunkban ez nem szokás. Tehát jönnek ezek a magyarázatok, az ember a saját boldogságának a kulcsát eldobja. Mert ez az. Ki mondta, hogy nem lehet boldognak lenni pocsék gazdasági körülmények között? Hát nézzétek meg Butánt például. Kitalálták, volt egy ilyen, hogy a GDP mintájára, hogy nemzeti boldogságindex. És kiderült a nemzeti boldogságindex kutatása során, hogy a világ legboldogabb emberi, ezek a Butánban élnek. Ez a Bután, ez nem a propán Butánról lett elnevezve, ez egy pici ország a Himalájában, meg a gazdasági fejlettségére jellemző, hogy a rabszolgaságot hivatalosan 1960-ban törölték el. Ez egy királyság, a lakosság nagy része volt. Tehát most buddhista szerzetes, tehát királyságról van szó, iszonyan szegények. Nagyon-nagyon szegények. Még attól is jobban szegények, tehát valami elképesztően minimális bevételből élnek egyik napról a másikra. Tehát egy marék rizse van, akkor már az a nap az megvolt, és jól érzi magát. Szóval mindenféle nehéz körülményeik vannak. De mondjuk van egy királyuk, második Jigme Szingcse Vangcsuk. Ez milyen elsőre? Jigme Szingcse Vangcsuk. Például megfigyelte, hogy ment a ország valamelyik útján, és egy döglött madarat látott az út szélén. És megkérdezte a sofőrjét, hogy került oda ez a szegény madár. És az azt mondta, hogy hát felség, nyilván rászállt arra a nagy feszültségű vezetékre, és az agyon csapta. Hűha, innentől földkábel. Tehát az, ahol oda tudnak figyelni más érző lényekre, adott esetben a madárra, ami államütést kaphat, ott azért lehet, hogy a boldogság mögött nem a GDP van, és nem a pengő kassa van, és a hatalmas gazdasági bevétel. Milyen érdekes. Hát, szóval nem akadályoz meg téged a boldogság állapotában a világon semmi külső körülmény. Én erre Egyiptomban jöttem rá. 2000-ben voltam Egyiptomban. 3 nap alatt 7 fajta betegséget kaptam el. Tudom, mert számoltam egy idő után. Én begyűjtöttem egy igazi 10 karátos baktériumos bélfertőzést. Olyan igazi, az a fáraó átkát, tudjátok, az ami Tutankhamon átkat. Van, aki már akkor rosszul lesz, amikor leszáll fel a repülő a kairói Almaza reptéren. Tehát nagyon tud az a cucc, szinte megúszhatatlan. 40 fokos láz. Nekem a lázam van, azt onnan szoktam tudni, hogy látomásaim vannak. Nagyon izgi látomásaim vannak, ilyenkor téridő, nagyon, tök jó, nem kell drog se. Elég az influenza. Nagyon klassz. Én múltkor influenza járványban voltam Atlantison. Yes, ingyen, tök jó volt. Tehát, szóval... Köszönöm! Legjobb barátnőm volt. Azt hiszem. Gyerekek Atlantison. Simán. Mu kontinens, ez is nagy divat. Mu! Mu! Ugye? Ja, na, tehát igen, aztán mi, igen, ugye belázasodtam, aztán begyűjtöttem egy ilyen húzódást, lefelé jövett a Mózes-hegyről. Napszúrást is kaptam, mindjárt az elején, mert miért ne. A bőröm az egy darabba így levált, és így elröpült a vörös tenger fölött. Úgy leégtem, azóta ez megvan, tehát egy oktávval sötétebb lett a színem. Tehát én is voltam valaha európai, itt a bizonyíték. Azóta ez a szín egy oktávval sötétebb, az együttom óta van. Kiderült, hogy a naptejre allergiás vagyok, úgyhogy viszkető ragyák leptek el. A csuklóm az így kiment a formájából a bőröncipelés miatt, tehát valami hihetetlenül gagyin lett az állapotom pillanatok alatt, ugye a harmadik napra. És mindeközben én azt vettem észre, hogy boldog vagyok. Miközben nem tudom, hogy falral előre vagy arccal előre rohanjak a vécére, hogy melyik a sűrűs, nem mindegy, tehát logisztikailag, hogy az ember, hogy... És valamikor ez számít, tehát van olyan. És miközben lázas vagyok, pocsékul vagyok, nem bírok lábra állni, mert vége, tehát volt, hogy effektív nem tudtam lábra állni, és eközben kell 6000 kilométert buszozni egy országban, ahol effektív nincs orvosi ellátás, de ha van, akkor inkább ne. Ugye? És hiányzik-e valami az én boldogságomhoz mindeközben? És arra jöttem rá, hogy nem. Én baromi boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy itt vagyok. És az, hogy a testem tropa, hát c'est la vie. De én boldog vagyok. És ez volt az első olyan élményem, amikor így ketté vált
az az én, ami a testem, meg az aktuális gondolataim, meg az állapotaim, meg az az én, aki egyébként vagyok. Tehát, és hogy melyik vagyok én? És fantasztikusan jó élmény volt, és többek között ezért is megérte Egyiptomba menni, és ez az élmény azóta azért már többször megismétlődött, hogy nem biztos, hogy bármi kéne a boldogságomhoz. Az olyan, mint egy háttérsugárzás, tehát egy kozmikus háttérsugárzás, hogy nem veszük észre, de azért, hogy átjön a felhőkön, meg úgy átitatja ezt a bolygót, hogy a kis neutrínók úgy jönnek-mennek, ez mindig érdekes volt fizikában, hogy jön a neutrínó, és így átmegy. Megtalálja a lukat a sejtek meg az atomok között, úgy megy át rajta, hogy le se fékez. Pillanatról pillanatra 100 milliárd és milliárd ilyen neutrínó, hogy átmegy rajtunk. És belegondoltam, hogy milyen lett a neutrínó világa, milyen lett a neutrínó tudatállapota, hogy úgy megy át rajtad, hogy nem vesz észre. És nem a szomszédról beszélek, aki úgy megy át rajtad, hogy nem vesz észre, mert ilyen is van. Ugye? Rácsapja az ajtót, meg... Tessék? Ahhoz az ént le kell rakni, hogy át tudjon menni. Szóval, hogy mi is ez az én? Mi is ez az én? Ki is ez az én? És amikor azt mondja valaki, hogy nincs önbizalma, akkor én azt szoktam mondani egy idő után, amikor már ezért kezdi érteni, miről beszélek, hogy ide figyelj, édes öregem, az az én, amiről te beszélsz, abban én se bíznék. Úgyhogy jól teszed. Abban én se bíznék. Az hol ilyen, hol olyan. Papucson rám pamutbolyt. Azt az ént madzagon lehet rángatni. Ezzel a kodependens, megfelelési kényszeres, hülye, vírusos működés. Madzagon lehet rángatni. Abban az énben én se bíznék. Az hol megharagszik, hol teljesíteni akar, hol mindent megtesz a szeretetért, közben saját magát nem szereti. Szóval egy ilyen össze-vissza lény, egy ilyen tanult ego, ebben én se bíznék. Nézzük csak meg, hogy ki az az én. És akkor valaki azt mondja, és ez egy másik, hogy szeretem magamat, mindig megkérdezem, hogy akkor van, aki szeret, meg van a magamat, akkor te most hanyan vagy? Most őszintén, ez más kizó eleje, vagy most, ha te vagy az én, és te vagy a magamat, akkor honnan jön a szeretet? És ez általában kiakad az agyuk, ez egy zenkoan. Ez egy zenkoan, hogyha szeretem magamat, hogy honnan jön? Hol a szeretet? És ezen érdemes elgondolkodni. Én szoktam írni zenverseket, ilyen zenkoánokat. Na, azzal is levertem a Facebookon a biztosítékot pár embernél, amikor fölraktam. Néhányból meg ilyen mém lett azóta, tehát így terjed, meg volt ebből egy kiállításom is. Akkor nagyon-nagyon stresszel és drukkal úgy döntöttem, hogy a szelidebbjét vállalom és kitesszük. Ilyen nagyra, plakátra kinagyítva. Az egyik ilyen Pest-Lőrinci önkormányzat agulájában, mert miért ne? És nagyon jól fogadták, tehát nagyon nagy sikere volt. Szóval érdemes ezen elgondolkodni, hogy akkor honnan jön a szeretet. Mert az, amit összekeverünk vele, ez a bizonyos jó kislányság, ez valószínűleg, ez gyanús. Hát, ha ez nem az. Mert ha én a végén pocsékul érzem magam, és áldozatnak érzem magam, akkor valami nem stimmel. Hiszen a szeretetről azt mondják, hogy az soha nem fogy el, miközben a türelmem már rég elfogyott, de meg mindig jó akarok lenni. Most akkor... Hogy van ez? Lehetséges, hogy ez akkor nem a szeretet, hanem valami más? Mondjuk egyfajta önzés, egyfajta félelem, hogy mi lesz, ha másik megharagszik, ha őszinte vagyok vele? Mi lesz, ha kirúg, stb. Mit fog hozzá szólni? Szomszéd, anyám, anyám, mit fog hozzá szólni? Júj, nagyon nehéz. Legtöbb embernek van meghitellensége. Férj, feleség, valaki. Nagyon hasznos. Ők az angyalos meséből azok, akik segítenek megbocsátani. Ők azok. Most vallástól függetlenül, szóval vallástól függetlenül nekem Jézus azért egy hihetetlen nagy példakép, több okból. Először is ő volt az, aki soha nem vitatkozott. Nem vitatkozott, egyszer se. Még akkor se vitatkozott, amikor az élete volt a tét. Mondd meg, tényleg Isten fia vagy? Magad mondád, vagy add meg a császárnak, ami a császár. Soha nem vitatkozott, nem állt le vitatkozni. A vitatkozás az egy zűrzavar. A vitatkozás az ilyen harc, ilyen... És ugye azt mondtott, hogy ne állj ellen a gonosznak, ne harcolj vele. Tehát, és ezt ő következetesen végigcsinálta, hihetetlen bátor. Tehát szerintem ilyen bátorságot, ez tényleg ember feletti, vagy az emberségnek a legmagasabb szintje, amit ő meg tudott valósítani az életében és a halálában. És a másik, a bátorsága mellett, ami miatt példakép, és talán így holnap húshagyóked van, tehát valamilyen szinten azért mégiscsak a húsvét előkészülete van, és az áldozat
hozatal igazi értelmének a ráhangolódó időszaka, a bőti periódus most kezdődik. Szóval a másik óriási dolog, ami az ő tanításában megfontolódó, az a megbocsátás. Ő nagyon keveset beszélt a szeretetről, viszont annál többet a megbocsátásról. És még az utolsó pillanatokban is azt mondta, hogy bocsáss meg nekik, uram, mert nem tudják, hogy mit cselekednek. Még ott is nem azzal foglalkozott, hogy jaj, de fáj, meg jaj, mi lesz, meghalom. Nagyon félt, vért izzadt bele. De még ott is volt benne annyi, hogy bocsáss meg nekik, uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez olyan, fú, ez az ember kileli a hideg, tehát erre egy ráhangolódsz, hogy ez micsoda szeretet kell, ami nem emberi, hanem annál valami több, az a háttérsugárzás, ami átjön egy tiszta lényen. Ha nem tisztán is, csak ott kevésbé látszik. Szóval átjön, szóval ez az, ami nem semmi. Tehát az a, úgymond házi feladat, ha lehet ezt feladatnak mondani, hogy érdemes gyakorolni a megbocsájtás erényét. Valahányszor a környezetedben valaki megpróbál belerántani egy kodependens játszmába. Ez azt jelenti, hogy megfélemlít, manipulál, irigységet vált ki belőle, sarokba szorít, megaláz, tehát megpróbál valami érzelmet elérni nálad, akkor érdemes arra gondolni, hogy én ezt most megpróbálom, legalább megpróbálom megbocsátani neki. Nagyon nehéz. Ha ki tudod mondani, már jó. Még akkor is, ha nem érzed igaznak, de ki tudod mondani, akár magadban, hogy ezt most megbocsátom neki, ajtókat nyit ki. Ezoterikusok azt szokták mondani, hogy torokcsakrát nyitja ki, mert a harag az ilyen neheztelés, az ott belül az ember torkába. Ugye ezt ismerjük. Pedagógusoknak ide hátra jön, ez egy nagyon speciális dolog, ez a pupa hátamra. Tipikus egyébként, tényleg oda a pukli. 40-50 év feletti pedagógus, tényleg ziher, hogy lesz ilyen puklia. De nem csak neki, ügyintéző, meg a többi ilyen ember, meg fogjátok látni, van neki pupa hátán. Ez a, itt a torokcsokra hátsó része. Minden, amit oda bepakol a hátizsákba, az összes ilyen, ahol nemet kellett volna mondania, és nem bír nemet mondani, ahol vállalnia kellett volna önmagát, és nem vállalta föl, minden olyan, persze, minden, ahol keep smiling-gal eltakart valami, ami nem az volt, azért bele van rakva a hátizsákba, és ezután ilyen pup-pup lesz, tehát tényleg oda nő, tehát lehet látni. És akkor mondja, hogy messzesedés, egy túrhoz. Szóval nagyon jellegzetes pszichoszomatikája van ennek. Tehát, ha a megbocsájtást akár magadban ki tudod mondani, az kinyitja. És egyre tud tisztulni, hogy mit is kell megbocsájtani. És ha nem megy, mert miért menne, hogy érzelem ne legyen benned, mert lesz, akkor próbáld ki magadnak megbocsájtani. Tehát ha belecsúsztál a haragba, vagy a félelembe, vagy a megalázódásba. Kodependens nagyon gyakori, hogy mellette bírságolnak meg valakit az ellenőrök a buszon, és ő érzi magát szarul. Pedig neki volt bérlete, neki mindig van bérlete. Jó kislánynak mindig van bérlete. Jó kisfiúnak is. Egyszer volt nekem egy pszichológusom, aki azt mondta, gyakorold azt, hogy nincs nálad bérlet. Van bérleted, egyébként másnap bemész a Nyár utcába, itt van, tehát igazából nincs tétje a dolognak, de legyél egy kicsit szabályszegő, rossz kislány. Tehát nincs bérleted. Viccel. Hú. Azt hiszitek, megmertem csinálni? Na, egy valamit csináltam, volt nálam bérlet, és egy bajuszos arabnak a képét raktam be a fotóra. Föltűnik-e? Ha nem tűnt föl. Ez megint egy érdekes sztori, az ellenőr, meg az ember kisugárzása. Tehát amíg azt hiszed, hogy működik a bérletet, tehát nem járt le, és maga biztosan fölmutatott, simán átengednek. De abban a pillanatban, hogy észrevetted, hogy hoppáka, ez tegnap lejárt, már nem működik. A te kisugárzásod már nem az, és föl fog szakadni. Ebből is látszik, hogy nem a bérletedet érzékeli ez a csóri ellenőr, hanem téged. Marha érdekes. És akkor nincs bioenergia, meg ízé telepátia, nincs a fenét. Tehát ki tud szabadulni a kodependencia csapdájából, hogyha rendszeresen gyakorod a megbocsájtás erényét másoknak és magadnak, és az életnek, és akár Istennek. Hogyha úgy érzed, hogy a sorsodért valami magasabb erő a felelős, és ez a sors most nagyon nehéz, akkor lehet, hogy segít belegondolni, hogy hát, ha ennek oka van, és ugye nehéz néked az ösztöke ellen rugdalóznod, hát, ha ennek oka van. Hát, ha azért szivat az élet, mert ezzel valami célja van. Tehát nem öntilon gonosz, hanem valamit el akar érni. Például az, hogy megtanuljak valami újat. Például, hogy megtanuljam magam megvédeni. Egy boxolót, amikor tanítanak boxolni, két verzió szokott lenni, van a nagypofájú, meg a gyáva, ugye tanuló. A gyáva boxoló tanuló, az bemegy a ringbe, és elhajlik az ütések elől,
úgy nehéz megtanulni boxolni, mert ugye, ha sosem üt, csak mindig elhajol, az úgy nem boxoló. És van a nagy pofájú, aki meg azt hiszi, hogy mindent legyőz, és na. Hát az szokott lenni, hogy a gyáva verzióból, vagy az ilyen félénk elhúzódóból úgy csinálnak boxolót, hogy az edző addig provokálja, addig piszkálja, bögdösi, pöcköli, amíg berág az illető, és a félelem tudatszint helyett az agresszió, az egy magasabb tudatállapot. Csernus. Tehát addig piszkálja, provokálja, amíg az illető elkezd visszaütni, és onnantól lehet megtanulni boxolni. Onnantól lesz bajnok. Na, ilyen az élet is. Provokál, piszkál, beszól, bánt, jönnek a kudarcok, mert jönnek. De nem azért az élet öncélúan szenya, hanem azért, hogy például megtanulj boxolni. Például megtanulja téged semmibe vevő kollégával vagy főnökkel szemben erőszakmentes és nagyon őszintén és nyílt kommunikációval megállítani az illetőt. És tudod, mi a varázslat? Hogy ahogy ez benned, ez a tartás megszületik, nem lesz több provokáció, nem lesz rá szükség. Én a kaminomat addig képzeltem el, hogy hogyan fogok válaszolni a főnökömnek, a legközelebb megpróbál leordítani a fejemet. Ez volt másfél éve. Azóta egyszer sem próbálta meg leordítani a fejemet. Nem volt módom kipróbálni. Miért? Mert valami megváltozott, és már nem úgy, bánik, megtanultam valamit. És innentől ki se kellett próbálni. Tehát, ha benned megvan az a jellem, az az erő, az a tartás, hogy ez vagyok, és vállalom, hibával, kudarccal együtt, mert van megbocsátás, akkor mitől félsz? Kinek akarsz megfelelni? Fú, van az, hogy én már senkinek sem akarok megfelelni, csak saját magamnak. Jói! Annál kegyetlenebb inkvizítort, mint ami a te fejedbe be van építve, még a világ ki nem talált. Úgyhogy én azt mondom, és az a zárszó, és mint megígértem a hírlevélben, a maggyakorlata lesz. Szóval ez lenne a zárszó, hogy mi lenne a zárszó? Mit mondtam az előbb, bocs? A mag kiütött a fejemből. Jó, mi? Szóval, hogy igen, így van, így van. Az igazi szabadság, köszönöm, az igazi szabadság az, amikor a saját énképettől is tud szabad lenni. Hűha, nagyon nehéz. Amikor a saját énképettől is tud szabad lenni. És mondom, ezért nagyon bátor ez a Derék pápa. Mert nyilván az ő énképében se az volt, hogy ő lemond, és meg tudta tenni. Nem kis dolog. Szóval, hogy a saját énképedtől tud szabad lenni, és ettől a milyennek is kéne lennem, ahelyett, amilyen vagy. Tehát ez az egész ilyen bonyolított, összegabajodott helyet, az lenni, aki vagy, ilyen tök egyszerűen, ez a zen, ilyen tök egyszerűen az, ami vagy, ez a szabadság. És mindig lesznek olyanok, akinek ez nem tetszik, mert rohadtul provokatív, a szenya, hogy merészeli. Miközben halálra irigyel egyébként, ő is szeretné, csak nem mer. Tehát, ha ilyenkor támadások érnek, mert elkezdesz nemet mondani, mert magad lenni, akkor tudd, hogy úton jársz. Tudd, hogy jó úton jársz. Jó úton jársz. Bizony. Ha már támadások érnek, az annak a jel, hogy valamit már fölépítettél. Úgyhogy próbál. Az nem biztos, hogy annak a jel. Lehetőleg azért törekszem arra, szia, törekszem arra, hogy erőszakmentesen és békésen, tehát támadás és agresszió és ütközés, az mindig az űrzavart növeli. A harcművészetekben, az aikidóban mit tanítanak meg először? Esni. Tehát a másik megüt, vagy elgáncsol, akkor hogy tudsz biztonságosan esni? Nem azt tanítják meg, hogy vágd orba. Meg nem azt tanítják meg, hogy menj oda hozzá, és vágd orba, mielőtt elgáncsol. Tehát nem erről szól az aikidó. Tehát a harcművészet, a harcnak a művészete, hogyan lehet békés harcosnak lenni, és ezt a művészetet űzni, az, hogy én nem támadok. Ha valaki megtámad, akkor kitérek az útjából, tehát nem állok ellen a gonosznak. Hadd kapjon laufot, fussa ki a maga útját, úgyis hasra esik a lendülettől. Ezt egyébként öröm nézni, egy hasra esnek a lendülettől. Az ellenszél az életben azért van, hogy ne es pofára. Tök jó. Tehát, szóval nem kell támadni. Az nagyon ritka, hogy oka van. Én azt mondom, hogy tud magad megvédeni, mert ha tudod, hogy meg tudod magad védeni, akkor nem fognak megtámadni, és akkor neked se kell támadni. Tehát emögött a bizalom és a biztonság érzete van, az életbe vetett bizalom és biztonság. Hogy én nem esek ki a szeretet hálójából, soha. És akkor egyrészt nem támadnak meg, másrészt nem kell neked támadni. Vagy ha megtámadnak, így elmegy. Nem érint meg, nem akad be. Nincs hova beakadnia.
Ezért nem lehet egy tizanos karatamesterrel verekedni. Nem lehet. Lehetetlen. Ezek már régóta nem ütnek, csak filozofálnak. Ja, nagyon szép. És ez kell egy bátorság. Megállom, hogy nem. Volt valamikor a őstörténet során egy gyilkos disznó nevű állat. Ez nagyjából a dinóknak a kihalása után volt. Amikor ideig nem volt olyan állat, ami ragadozóként szóba jöhetett volna, és egy disznóféle nőtt meg nagyon nagyra. Tehát csak a feje volt egy méter. Ez volt a gyilkos disznó, bármilyen vastag csontot el tudott roppantani. Ilyen csúcsragadozója volt a maga korának, mert csúcszabálója volt a maga korának. Na most nehogy azt hitt, hogy benned nincs egy ilyen gyilkos disznó. Ez elő szokott jönni. Tehát valaki beszól valamit, pont egy érzékeny pontot, tegyük föl, jön a gyilkos disznó. Az jön. Ahhoz kell a bátorság, hogy tudod, ismeritek a jelenség, házastársi veszekedés, hogy ez az. Onnan lehet tudni, mindjárt tányértörésre kerül a sor, onnan lehet tudni, hogy érzed, hogy így megy föl a eddig vagyok, de szomszédokba, mikor jön a gyilkos disznó. Ezt lehet érezni. Ha kodependens vagy, tehát társfüggő, megfelelési kényszeres, jó kislány, akkor a gyilkos disznó halálos iramban fog előjönni. Ha már az elején, amikor még csak egy pici a nyomás, elmondod, hogy drágám, nem szeretném megvárni, amíg tízedszer átrapolsz a frissen felmosott előszobán, most egyszer átrapoltál, légy szíves, ne tedd. Akkor esetleg nem teszi, tehát valami történik, de nem kell megvárnod jó kislány oldjára, már 9,5-szer átgyalogolt, már a gyilkos disznó az itt van, de még mindig mosolyog. A szegény hapsi nem érti, hogy 9,5-szer szabad volt. Tehát mosolyogtak rám. Mi történt a tizedik? Tehát nem érti. Biztos menstruál. Életközepi válsága van. Mit valami. Nem semmi. Na. Szóval a maggyakorlat nagyon egyszerű. Csak szeretném nektek megmutatni, ez egy reggeli napindító, nagyon kis rövid, nem is azt mondom, meditáció, torna, valamilyen apróság, ez úgy néz ki, mutatom. Kicsit össze kell hozzá gömbölyödni, és nem baj, ha lábaidat egy picit felhúzod. Tehát amennyire úgy lehet, egy kicsit így begömbölyödsz, próbáld ki, hogy milyen. Próbáld ki. Ezért mag a gyakorlat neve. Mert benned van minden olyan lehetőségnek a magja és csírája, amivel válhatsz. Ott rejlik benned a szíved közepén, amit most a karjaiddal, a lábaiddal és a hátaddal körbeölelsz, oltalmazóan, védelmezően és egyben bezáró módon. Mindaz a lehetőség és szépség, öröm, boldogság, felszabadultság, megvilágosodás, üdvösség, bármi, siker, amit te szeretnél, az ott rejlik benned, mint egy mag. Igen, egy pici kis aranyszikraként, ahogy a szufik mondják, a szíved közepében egy arany atomocska. Engedd szépen lassan, lazítsd el a kezedet, és engedd, hogy kioldódjon ez a szoros mag, picit lassan, nagyon óvatosan, engedd meg magadnak, és a lábaidat is, mint a gyökereket, tedd le a földre. Ez egy nagyon jó dolog, ezt lassan és csukott szemmel érdemes egy reggel végezni, és egyszerűen érezd meg, hogy ezek a mindenféle energiák, vagy a testedben megszülető mozdulatok, engedd meg, hogy megmozdítsák a testedet, érezheted, hogy a gerincedbe áramlik az életenergia, ezt lehet érezni. Odafigyelsz magadra, érezheted, hogy csigolyáról csigolyára, hogyan mozog a gerinced, az ízületeid, és ez a mag kicsírázik. És megy a fény felé. És a gyökerei a létezésben gyökereznek. Egyre mélyebben. És ez a növény, ez a csíra, ez egyre magasabbra nő, ahogy a fényt és a levegőt megérzi. És akkor megérezheted az eget, megérintheted az égboltot, marokra szedheted a csillagokat, és egy hatalmas nagyot ásíthatsz. Egy új nap kezdődik. Próbáld meg, hogy így indítasz egy új napot. Nőj fel. Növeszd fel ezt a csírát, ezt a hajtást, ezt a rügyet önmagadban. Mert a jó kislányok sosem nőnek föl, de te igen.
És köszönöm szépen a mai figyelmet, és azt, hogy ilyen lelkesen és együttműködően és aranyosan jelen voltatok.